Orbán Viktor kivezeti hazánkat Európából? Fenyegeti ma a putyinizmus Magyarország érdekei? Milyen szövetségi rendszerben képzeli el az ellenzék az ország jövőjét? Következik a külpolitikai programok csatája. A kormányváltó képviseletében tehát Kerékbáci Szabolcs, a baloldali ötpárti összefogás külpolitikai szakpolitikusa, és nem utolsó sorban a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. Jó estét kívánok! Rögtön az elején tisztázzuk, hogy ön a Demokratikus Koalíció külpolitikai elképzeléseit fogja itt nekünk vázolni, vagy az ötpárti együttműködés összefogás valahogyan kikristályosodott véleményét a elhangzó kérdésekben. A kérdéseire fogok válaszolni. Én képviselőjelöltként az öt pártot képviselem, és ismerem a kollégáimnak, a szövetségeseinknek a külpolitikai elképzeléseit. Amelyek néhány témában jelentősen eltérnek. Így van. Csapjunk bele. Jó. Bocsánat, de nem választottam meg a kérdést, hogyha például kérdezem a kettős állampolgárságról. Bármiről kérdezhet, örömmel válaszolok bármilyen kérdésre. Akár a DK álláspontjára, akár az öt pártéra. Mi szövetségben vagyunk, és együtt megyünk előre külpolitikai kérdésekben, mindenféle szakpolitikai kérdésben. Tehát a válasz az, hogy együtt mennek előre, ami el így fog van hangozni, azzal egyetért a többi párt így is. Van. Ott, ahol különbség van, és azt rákérdeznek, nyugodtan kérdezzenek rá, nincsenek tabu témák. Köszönöm. Jó. Az európai politika az egyik kiemelt témája a DK-nak, a többi pártnak is, de önöknek talán még annál is inkább. Vizionálnak Európai Egyesült Államokat, mielőbbi eurozóna csatlakozást. Ezt nem tartják egy kicsit illuzórikusnak most a jelenlegi válság sújtotta Európában? Nem szaladnak kicsit túlságosan előre? Ha visszamehetek egy lépéssel, ami megalapozza az összes választ és a felmerülő kérdéseket, nincsen egy országnak és Magyarországnak sem külön külpolitikája, amely a belpolitikától független lenne. Minden országnak, így Magyarországnak is, a külpolitikája vagy a nemzetközi kapcsolatai az tükörképe a belpolitikának, a társadalmi gazdasági fejlettségnek. Amilyen értéket képvisel egy kormány vagy egy politikai közösség a belpolitikában, ugyanazok az értékek jelennek meg a külpolitikában. Visszatérve az ön kérdéséhez. Magyarország az európai föderalizmusban érdekelt. Ezt a demokratikus koalíció leképezi ilyen formában. Mind a másik négy párt, amelyik szövetségesünk ebben a kormányváltó szövetségben, erősen integrált, Európai Unióban, Európai Közösségben érdekelt. Mind az öten felismertük azt, jó régen, tehát ez nem új keletű dolog, hogy egy monetáris unióhoz való csatlakozás Magyarország szempontjából a pénzügyi és a gazdasági stabilitást jelenteni. Éppen ezért az euró bevezetése Magyarország számára üdvös lenne. Nem mindegy, hogy erre hogyan és milyen formában készül fel az ország. Ma Magyarország köszönhetően jelentős mértékben az Orbán kormány politikájának nem felkészült arra, hogy a legfejlettebb európai országok közösségéhez közelítsen. Nekünk ma az a kihívásunk, még egyszer mondom, az Orbán kormány áldatlan tevékenységének köszönhetően, hogy felzárkózzunk a fejlett kelet-közép-európai országokhoz. Lengyelország elhangzott itt, de vehetjük Csehországot. Néhány balti állam igen kiváló fordulatot hajtott végre a gazdaság és társadalom politikájában, bőven előttünk járnak társadalmi és gazdasági kérdésekben. Tehát ha az Európai Egyesült Államokról beszélünk, akkor ezt önök euróban értik? Tehát, hogy igazából az lesz a mag Európa, aki eurót használ, és ha ebből kimaradunk, akkor a kétsebességben lemaradunk? Én azt gondolom, a realitás az az, hogy növelje minden ország a polgárainak a jólétét. A polgárok jólétét meg csak úgy lehet növelni, hogyha a versenyképességünket növeljük. A versenyképességét egy-egy ország egyénileg is megpróbálhatja növelni, de ha ránézünk a térképre, ez nem kell külpolitikai szakértőnek lenni, akkor látjuk az irdatlan kihívást Kína részéről, látjuk azt, hogy az Egyesült Államok hogy kapaszkodik vissza egy dinamikusabb pályára a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság után. Az Európai
európai államok közösségének, az Európai Uniónak nincsen más esélye, mint hogy együtt válnak közösen versenyképesebbé, ehhez még jobban együtt kell működniük intézményesen, kereskedelemben, gazdaságban, oktatásban. A szabadságot kell növelni. A szabadságot pedig úgy tudjuk növelni, hogyha a legfejlettebb, a legszabadabb államokhoz zárkózunk föl, nem pedig úgy, hogyha sereghajtók vagyunk. Tehát akkor ez egy gazdasági elképzelés. Nem, ez egy, az Európai Unió egy értékközösség. Az Európai Unió előzménye még a második világháború előtt egyébként, amikor ezt Churchillék és mások felvetették, és a világháború után értékközösséget jelentett. A demokráciák, a jogkövető, normakövető magatartás, és a szabadságjogok kiteljesítése. Idején ugye azt gondolták, hogy ezt igen, gazdasági unióval fogják mert a kettő felvetetni. Az összefügg. Kanyarodjunk vissza Magyarországra. Ugye a hagyományos három külpolitikai prioritásunk, transatlanti, európai integráció és szomszédság, nemzetpolitika. Ez most hogy néz ki a DK programjában, és hogy néz ki az öt párt összefogásának a programjában? Itt mik a különbségek, ha rá tudna nekünk világítani? Beszélhetünk a különbségekről is, én inkább arról beszélnék, ami összeköt bennünket. Az euróatlanti közösség az egyik legfontosabb pillérünk. A mi közösségünk, mind az öt párt, ezen belül természetesen a DK is kiemelten, abban érdekelt, hogy Magyarországon a demokráciát helyre tudjuk állítani április 6-a után, a normakövetést, a tiszta kezűséget vissza tudjuk hozni a közpolitikába és a gazdaságba. Ez egy velejéig korrupt maffia állam, ami jelenleg kialakult, ezt helyre kell billenteni. Az első, hogy az emberi méltóságot tiszteljük, a jogállamot visszaállítsuk, a jogkövető magatartást, a demokráciát. A második dolog, hogy a magántulajdon többségére alapuló szabályozott, de szabad piacgazdaságot hozzuk vissza. Nincs alternatívája a kapitalizmusnak. Nincs alternatívája a szabályozott, folytonosan a jobb megoldást kereső, nyilván mindig javuló kapitalizmusnak. A mi közösségünkben nem térhetünk vissza a Kádár rendszerhez, nem maradhatunk meg az Orbáni rendszernél. Előre kell lépnünk. A szomszédságpolitikában pedig arra kell törekedni, hogy a határon túli magyar közösségekről nélkülük ne dönthessünk. Ne a magyar párt, vagy a miniszterelnök, vagy egy magyar politikai erő mondja meg, hogy mi jó az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki magyaroknak. Ők és ők dönthessenek-e nélkülünk a saját érdekeikről? Milyen viszonyt kellene kialakítani? Hát ők tudják a legjobban. Számomra az egyik politikai idol, vagy példakép az elmúlt 21 néhány évből Markó Béla. Az RMDSZ-nek a volt elnöke, számomra az örökös elnöke, ezzel nem akarom megbántani az utódját és a munkatársait. Ők tudják a legjobban, hogy egy kisebbségi létben hogyan lehet kiteljesíteni az ő közösségüknek rengeteg kompromisszummal és minden egyébbel a lehetőségeit. Érdemes ebben magyar pártoknak beleszólni? Nem. Nem exportálunk Magyarországról pártpolitikát, a saját értékeinket. Irdatlan nyomás van azokon az embereken, akik kisebbségi létben élnek. Akkor mit exportálhatunk? Exportáljuk azt, hogy mi stabilak vagyunk. Gyarapodó ország vagyunk, hogy ránk büszkének lehet lenni. Tehát nem segítünk, nem avatkozunk bele. De segítünk, én nem ezt mondtam, hogy nem segítünk, nem avatkozunk bele az ő politikai törekvéseikbe. Nyilvánvalóan a kulturális, oktatási törekvéseiket a mindenkori magyar kormány támogathatja és támogassa is. Pénzben. De ne pártpolitikai alapon. Uh-huh. Igen, infrastruktúrában, pénzben, tanárokban, eszközökben. De még egyszer mondom, Magyarországnak barátokat kell szereznie. Magyarországnak stabil demokráciának és prosperáló, növekedő gazdaságnak kell lenni. Ez hoz Magyarország számára tekintélyt. Ma nem tekintélyes az ország, mert el vagyunk szigetelve sok tekintetben a demokráciáktól és a piacgazdaságoktól. Mi akkor tudunk érdeket érvényesíteni akár a magyar közösségek, határon túli magyar közösségek irányában, az ő anyaországuk vagy a többségi nemzetük felé, ha mi erősek vagyunk, tekintélyesek vagyunk, ha barátaink vannak. Minél több barátunk legyen. Barátaink pedig a stratégiai szövetségeseinknél legyenek. Ugye a stratégiai szövetség azt jelenti, ezt nem önöknek mondom, hanem a kedves nézőknek. Orbán Viktorék stratégiai szövetségesnek hívják Oroszországot, Kínát. Ez a nemzetközi szóhasználatban azt jelenti, hogy érték azonosak vagyunk, és több érdekünk azonos, mint amennyi eltérő. Én riasztónak találom,
félelmetes az ötpárti kormányváltó szövetség szempontjából, hogy nekünk Üzbegisztán, Oroszország, Kína az Orbán Viktor által értékazonos partnernek meghatározott partner. Jó, ők ezt mindig számunkra csak kiegészítő nem partnernek tartják. Egy pillanatra hadd menjek vissza a nemzetpolitikához. Azért a határon túli magyarok számára az állampolgárság megadása egy óriási dolog, ezt azért lehet tudni. Önök visszavennének esetleg jogokat, a szavazati jogokkal mit kezdenének, és nem tanulta a baloldal a 2004-es népszavazásból, ami azért komoly sebeket ütött a határon túli magyarságon. Nem lehetne ezt egy másik szintre helyezni, ezt a nemzetpolitikát? A kormányváltó szövetség, ez az öt párt világosan tudja, hogy akkor, amikor egy egységesebb Európáról beszél, és Magyarországnak az Európai Unióhoz való mind szervesebb tartozásáról beszél, akkor ez azt jelenti, hogy a sokféle autonómia, a sokféle identitás, önazonosság Európájáról beszélünk. Lehetek úgy magyar, hogy egyébként van egy kulturális identitásom, lehet úgy egy Angliába elment fiatal magyar, hogy ő egyébként büszke arra, hogy most egy új közösség tagjaként ott él. Igenis sokféle identitásunk van, vallási, baráti, kisközösségi, etnikai, nemzeti és egyéb identitás. Ebből a szempontból nekünk igazából a szövetségen belül egy ponton volt komolyabb vitánk, hogy járuljon-e és milyen jogosítvány, és most nem megyek vissza 2004-be, hogy ott milyen viták voltak, hogy a Fidesznek milyen álságos volt az álláspontja, ki mivel riogatott, szerintem ez ma már nem érdekes. Ma az az érdekes dolog, hogy milyen jogosítványok járuljanak egy állampolgársághoz. Ebben vita van a DK és a szövetségesei között. Annak az álláspontja fog győzni majd kormánykoalícióban, amelyik álláspont többséget kap, és a kisebbség fegyelmezetten be fog emögé az álláspont mögé állni. Én azt gondolom, hogy nem a DK álláspontja kerül többségbe az április 7-én elkezdendő kormánykoalíciós tárgyalások során. Mi ezt fegyelmezetten vállalni fogjuk, fenntartjuk magunknak azt a jogot. Én magam is még DK-hoz csatlakozásom előtt írtam arról, hogy mélységesen nem értek egyet bármiféle fajta jogosítvány megadásával az állampolgárság mellett, de nem hiszem azt, hogy bárki azon gondolkodna, sőt ebben biztos vagyok, hogy jogoktól kéne megfosztani bárkit. Sokkal fontosabb, hogy Magyarországra büszkék legyenek a határon túli magyarok, büszkék legyenek arra a teljesítményre, ami most gyalázatos, társadalompolitikában, oktatásban, egészségügyben, gazdasági stagnálás tekintetében, és ha mi erősek vagyunk, akkor nyilvánvalóan az érdekérvényesítő képességünk is meg fog nőni. Talán 2004-ben Kovács László nevéhez fűződött a legnagyobb riogatás, de igazából, ha itt jól értem a mondandót, akkor, hogyha konfliktus helyzet áll elő, szomszédság, nemzetpolitika és mondjuk a Romániával való viszony kapcsán, akkor itt a DK hogyan döntene? Tehát ha mérlegelni kell, hogy most Bukaresttel van jó viszonyom, vagy Székelyfölddel, akkor ezt el tudják dönteni? Bocsásson meg, de ez nem értelmes kérdés azért, mert konkrétumokról kell beszélni. Milyen típusú az a konfliktus? Például, tehát, hogy kitűzhessenek egy zászlót. Ezt a egyértelműen kitűzhessenek, nem kérdés. De hát azért mondom, millió kérdés vagy probléma kör lehet, nem lehet doktrinérként, nem lehet fafejűként gondolkozni ebben a kérdésben. Mi, hogyha és nem csak a DK, hanem a másik négy párt is. Mi azt mondjuk, ha van egy probléma, amely a határon túli magyarság szempontjából konfliktus helyzet, akkor mi megkérdezzük az ő véleményüket. Nekik mi az érdekük ebben a kérdésben, és ezt mérlegre tesszük a többségi nemzet vagy a szomszédos ország álláspontjával vetjük össze. Nyilvánvalóan minden kérdésben egyedileg kell dönteni. Mert az Orbán kormány olyan, hogy generálisan ráhúz egy ideológiát egy adott kérdésre. Ez teljesen ostoba megközelítés, amit a jelenlegi kormány alkalmaz. Minden egyes kérdés speciális, és mi így viszonyulunk ehhez. Ez nagyon jó hangzik, viszont nyilván az a közösség is megosztott lehet értékekben, vallásban, felfogásban. Tehát akkor most önök ráhúznak ugyanúgy, nem, egy választ válnak ettől, nem, a közösségtől. Hát vannak legitim, mindig is ezt képviseltük. Mi már az MDF-ben annak idején ezt képviseltük, ezt képviselte annak idején
idején még a demokratikus kormány az elmúlt 21 néhány évben szerintem konszenzus volt, ezt a Fidesz rúgta föl a határon túli magyarokkal és a szomszédos országokkal kapcsolatos konszenzust, ami azt mondta, hogy róluk nélkülük nem, és nem, hogy mondja, mazsolázhatunk mi különböző érdekek között. Hát nekünk nem az az érdekünk, hogy Románia gyenge ország legyen, nekünk az az érdekünk, hogy Románia egy erős, demokratikus, szabadságot kiteljesítő állammá váljon, egy demokráciává, amelyik nem korrupt, amelyik az Európai Uniónak ugyanúgy erős tagja akar lenni, mint Magyarország. Mi együtt vagyunk erősek ebben a dologban, együtt vagyunk benne a demokrácia projektben. És ha leépül a demokrácia, akkor ez a közös problémánk. Szó esett már a keleti nyitásról, de Oroszországról még beszéljünk egy kicsit többet. Oroszországhoz a Gyurcsány kormányt is speciális és szoros viszony fűzte, az MSZP kormány alatt írták alá a déli áramlatot. Mindannak a fényében, ami az elmúlt 4 évben történt, és a közelmúltban, hogyan folytatnák, módosítanák-e, és hogyan az Oroszországhoz fűződő viszony? Erre utaltam az elején, a magyar külpolitika nem mentes, sőt, szervesen következik a magyar belpolitikából. Ha mi demokraták vagyunk, és az ország gyarapodásában vagyunk érdekeltek, akkor a nemzeti érdekeinket kell képviselni. Ez a nyugati világnak, az euróatlanti közösségnek az érdek képviseletét jelenti. Oroszország nem velünk értékazonos, nem stratégiai szövetségesünk, de kifejezetten fontos kereskedelmi, gazdasági és adott esetben kulturális partnerünk. 2009-ben a DK pártelnöke még máshogy vélekedett. Nagyon, nem tudom, hogy mennyiben vélekedett másként, pragmatikus álláspontot képviselt, a déli áramlat az teljesen világos volt, hogy akkor, amikor egy Nabukkóban nincsen gáz, amikor nincsen, nem tudjuk azt, hogy honnan megy be egy csővezetékbe az erő, a bemeneti anyag, a gáz vagy az olaj, akkor meg kell nézni azt, hogy mi a realitás. Oroszország és az összes úgynevezett keleti meg arab ország tekintetében az a legfontosabb, hogy szerezzünk piacokat, de versenyképesnek kell Magyarországnak lennie. Mert Magyarország, Oroszország, Közép-Ázsia vagy az arab világ szempontjából egy szereplő a sok közül. Mi versenyzünk a magyar termékekkel, a nyugati termékekkel. Tehát ha mi gyengék vagyunk, a két szép szemünkért nem fognak velünk üzletet kötni. Oroszországra mi úgy tekintünk, a DK is úgy tekint, és úgy tekint a másik négy ország is, vagy a másik négy párt is, bocsánat, mint egy kiemelt kereskedelmi, gazdasági partnerre. Nem keverjük össze, hogy ők nekünk velünk azonos demokráciák lennének. Paks tekintetében, mert ugye erre is kimegy a játék, itt az történt, hogy 50 évre hozzá láncolja magát, ha csak nem lesz egy új demokratikus kormány, amelyik ezt föl fogja vizsgálni, az orosz érdekekhez Magyarországot. Itt most az történik keleti politika tekintetében, hogy Magyarország járszalagot kötött magára, a nyakára, és odaadta a pórászt, a járszalag végét Oroszországnak. Nem váltható ki az Európai Unió Oroszországgal, az a támogatási rendszer, amit mi kapunk az Európai Uniótól, nem kapjuk meg máshonnan, nem fogjuk tudni az érdekeinket érvényesíteni, egy közösségben nincsen szavazati jogunk, itt van Oroszország, itt van Kína, itt van az arab világ, önkényuralmak, korrupt államok, nem fogják finanszírozni a magyar álmokfutást, mert ők a saját érdekeiket nézik, és még egyszer mondom, onnan fognak árut venni, ahonnan olcsón, jó minőségben megkapják. Az időnk lejárt, Kerékbázi Szabolcs, nagyon köszönöm önnek az elmondottakat. Köszönöm én is. Kollégáimnak is a segítséget. Ma este a külpolitika kérdéseiről volt szó, Magyarország és a világ viszonyáról. Holnap az oktatással folytatjuk. Mészáros Antónia várja önöket, Ónodi Molnár Dórával, a Népszabadságtól és Szabó Fruzsinával. Köszönöm szépen a figyelmüket, akárkire is szavaznak majd, menjenek el szavazni. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!